Üdvözlöm a kedves nézőket, Jankovics Krisztián vagyok, és a Fédermánia műsorát látják. A mai napon part közelbe fogok horgászni a Dunavarsányi bázis horgásztalon. Mai horgászathoz három fajta felszerelést hoztam. Ezen egy vastag fonott zsinór van, főzsinórként. Minden felszerelésből egyébként kettő van. Azért kötöttem ezt a nagyon durva felszerelést, mert mellettünk itt balra egy bedőlt fa található a vízben, és hogyha nagyon beugranának oda a halak, akkor legyen olyan, amivel meg tudom állítani őket. A középső erősségi cuccom az 25-ös főzsinór és 6-os méretű horog, és mondhatom azt, hogy a leglájtosabb a mai napon, az 22-es főzsinór, 8-as horoggal, ezek lesznek a pecáim. Elsőként ezzel fogok nekiállni a horgászatnak, aztán meglátjuk, hogy hogy tudom megtartani vele a halakat, remélem, hogy nem lesz gond. Egyiken sincs előtét zsinór, ha esetleg mégis bemenne a fába a hal, akkor csak a horog előkét vigye magával, de reméljük, hogy nem lesz ezzel gond. Mai horgászatomon egy lefinomított bojlis végszereléket használok. Divatos néven nevezhetjük ezt bonefishingnek is. De a lényege az, hogy egy fix végszerelék, ami megakassza a halat, hajszál előkén van a csalink. Egy picikét hosszabb, mondjuk az előke, mint egy metódos horgászatnál. Föl tudja szívni a nagyobb ponty is könnyedén. Itt van nekem horogbefordító és a horog végén egy kis karika, ami majd azt fogja elősegíteni, hogy mélyebben akadjon a horog a hal szájába, és azáltal sokkal biztosabb legyen a fárasztásunk, főleg az ilyen helyeken, ahol van valami akadó is. Mert nagyon nem mindegy, hogy a hal szája szélébe akad a horog, és fárasztás közben esetleg elveszítjük-e miatt a halat, vagy pedig sokkal mélyebben be tud akadni, sokkal több húst fog, és minden halat meg tudunk fogni. Bedobás után érdemes egyből kilazítani a féket, mert a part közeli kapások nagyon vehemensek. Én nem szoktam behúzni a zsinort, befeszíteni, hanem mindig hagyok neki egy pici öblöt, hogy itt elég meredek a törés, hogy inkább a törés oldalon szinte feküdjön el a zsinór, és így elkerülöm a rengeteg beleúszást. Még egyenlőre nyilván nincs itt sok hal, hiszen csak most kezdtem eletetni, de a nap folyamán a későbbiekben ide fog állni valószínűleg nagy mennyiségben a ponty, és hogy kerülgetik egymást, folyamatosan belehúznának a zsinórba, elhúznák az olmot a helyéről. Ezt a fajta horgászatot kétféleképpen lehet felépíteni. Az egyik az, hogy megpróbálunk minden belső halat megfogni, akkor ne etessünk sokat, akkor csak pár szempelletet kell bedobálnunk folyamatosan, hogy ne legyen nagy mennyiség a fenéken, és az arra jövő hal meghallja, hogy bepotyog valami a vízbe, oda megy és meg tudjuk fogni. Ezzel a módszerrel én azt gondolom, hogy viszonylag kevesebb mennyiségű halat tudunk megfogni nap végére. Amit én választottam, ez a másik fajta módszer, itt egy viszonylag nagyobb alapot etetünk, tehát több maréknyit bedobunk az elején, és miután benn van a nagyobb alap, nem az a lényeg, hogy a első-belső halat megfogjuk, hanem hogy ez a hal, miközben táplálkozik, felhívja magára a figyelmet, és ezáltal minél több halat oda csaljon az etetésünkre. Ilyenkor nagyobb alappal kezdünk, és ugyanúgy folyamatosan pótoljuk kevés mennyiségű pellettel, ugye ezt körülbelül olyan maximum fél percenként, de én azt mondom, hogy olyan 10-20 másodpercenként azért érdemes bedobni egy pár szemet. Folyamatosan pótoljuk a hanggal a pelleteket, amit esetleg az egy hal elfogyasztana. Láttam már beleúszást a zsinórba, hiába van lesülyeztve, így is azért, hogyha nagyon közel jön el, akkor bele tud úszni, úgyhogy biztos, hogy van már hal az etetésen. Hogyha csak pár szempellet lett volna benn, akkor azt a halat már abszolút megfogtam volna. Viszont nekem most nem ez a célom, hanem az, hogy ez a hal ez felhívja a figyelmet magára, illetve az etetésre, és ide hívja a többit.
megjött az első halacska. Gyönyörű húzós kapással, mint arcélből általában mindig. És érezhetően azért szebb lesz. Próbálom fölfele tartott bottal fárasztani a halat, felhúzni a víz tetejére, és ez nagyjából sikerül is, hogy alul az etetésen ne rúgja szét a többit. Fárasztás közben érdemes felhetetni, hogy többi hal ne menjen el, ha esetleg van olyan, ami itt tartózkodik. Az első parcél jelentkező egy gyönyörű tükörponty, BCN 12-es Wafterszel sikerült becsapni. Nagyon komolyan megy. Átjöttem a tónak erre az oldalára, mert egyszerűen hiába eltettem oda a parcél közelébe. A vízszintje sajnos az elmúlt hetekben körülbelül egy ilyen 60-70 cm-t lejjebb ment, és ez azt eredményezte, hogy beljebb húzódtak a halak. Mivel mikor legutoljára voltam itt pecázni, akkor kézzel etettem a pelletet, mint ahogy most is. Ezért nem számítottam arra, hogy hoznom kelljen egy csúzlit, mert egyébként egy csúzlival, hogyha egy olyan jó 10 méterrel beljebb lőném a pelletet, biztos vagyok benne, hogy nagyon szépen lehetne halat fogni. Viszont ez az oldal, ez egy picit jobban mélyül, és ez a hirtelen letörő partoldal azt eredményezi, hogy itt azért viszonylag közelebb is lehet halat fogni. Itt a bizonyíték, ráadásul szerintem ez egy igen-igen jó kis hal lesz. Itt van bőven hely, ahhoz, hogy ne itt fárasszam a halat, ahol horgászok, hanem arrébb menjek. És ezt meg is teszem. Butaság lenne elzavarni az esetlegesen még ott táplálkozó halakat. A helyváltoztatásnak ez a gyönyörű bronzos tőpont lett a jutalma. Nem kellett sokat várni az előző hal után, de látszott is a bocspiccán, hogy bele-bele úszik. Szépen dolgozik ez a fájn karakterisztikájú bot a hal alatt. Nagyon szeretek ezekkel fárasztani, meg ilyen közeli pecákat megoldani. A másik helyen ugye kénytelen voltam kicsit erőszakosabb felszereléssel horgászni, de itt legalább elővehettem ezeket a botokat. Próbálom elhúzni az etetésről, mert pont arra kell mennie. Hiába jöttem arrébb egy jó 10-15 métert. Sikerült végre. Egy igazi öreg harcos sikerült fognom.
látszik már rajta az idő, kicsit megviselt. És mivel ennyire itt vannak, gyakorlatilag bedobás után egy perccel jött, ezért mindenképpen etetek árasztás közben is. Nagyon brutális erejük van ezeknek a halaknak. Folyamatos etetés az abszolút meghozta itt azt, amit vártam ettől a horgászattól. Gyakorlatilag tényleg most már kapás-kapást ér így hirtelen egymás után a semmiből. Itt is várni kellett azért egy 20-25 percet, mire ide jöttek a halak. Tehát lényegesen jobb, mint az előző helyen, mert ott pár óra alatt egyetlen egyet sikerült fogni, de ez egyértelműen a vízmélységnek köszönhető. Egyszerűen, hogy lement a vízszint, már nem jöttek ki arra a távolságra a part közelbe. Itt viszont nagyon jól működik ez a technika. Csodaszép bronzos színűek az itteni halak, köszönhetően a vízminőségnek. Az előző halakat 12-es fekvő kikönnyített csalival fogtam, ugye a Federmania Waftercével, méghozzá BCM ízesítésben. Viszont most láttam, hogy ott van a hal, beleúszik a bocspiszbe, és egyszerűen nem akarja felvenni azt a csalit. Úgyhogy kicseréltem egy mangós ízesítésűre, ami egyrészt kisebb, 10 mm-es, másrészt picit fakóbb a színe, ez a két színű, narancs és citrom. És ahogy bedobtam a botot, 10 másodperc se telt el és elhúzta. Pedig előtte már kétszer is újra dobtam a fekvőcsalit, és azt meg nem ette meg. Egyértelműen valamiért azt nem akarta felvenni. De hát a lényeg, hogy bejött és megvan a negyedik hal innen elég gyorsan. Egy halat már fogtam vele. Hát, ha meghozza a szerencsét a következőhöz is. Kíváncsi leszek, hogy ez volt a titok nyitja, és most megint elhúzza egy percen belül. Úgy néz ki ez az Air Wafters, ez nagyon tetszik nekik. Valószínű egyébként azért, mert pici pelletet szórok, és ennek a mérete is kisebb, talán jobban hasonlít rá, és jobban felveszi, kevésbé feltűnő. Gyönyörű hal ő is, pikkei teljesen éppek szája is, biztos, hogy ő még viszonylag keveset volt horgon többihez képest. Így kell működni ennek a part közeli pecának. Etetés és egy percen belül hal. És jó hal.
ismét. Nagyon nem mindegy, hogy mivel etetünk. A pelletre mindig szép halak állnak oda. Ha kicsik esetleg jönnek is, és megérkeznek a nagyok, azok biztos, hogy kitúrják a kicsiket. Semmiképp sem szabad elmulasztani az etetést, mert emiatt vannak így itt a halak. Folyamatosan kapják az ennivalót, és nem mennek el. Fárasztás közben is, ha túl hosszú a fárasztás, mindig szórni kell közben. Hogy alig látszik ki a csali a hal szájából. Olyan mélyen akadt a horog, ezért fontosak a jól összeállított végszerelékek. Kiakasztani is alig bírom. Itt a következő potyasz. Ő már 15 kg feletti, de hát elég csúnyácska szegény, vannak rajta valami bőrbetegségek. Lekezelem majd mindjárt fertőtlenítővel, és utána visszaengedem. Hát jó öreg harcos ő is. A változatosság kedvéért most egy ilyen hosszúkás tőpontját sikerült fognom. Majdnem, hogy nyúrga. Szép halő is. Hiányzik a pikkely egy foltba róla. Ez a part közeli pecelz hatalmas pontyokat ad a mai napon, de egyébként szinte mindig, hiszen itt járkálnak a parti törés aljába a nagyhalak. A kisebbek is, csak miután folyamatosan etetek, egyszerűen elzavarják őket az ilyen hatalmas jószágok. Kicsit megáztattam a pelletet, egész csak a felületét, hogy gyorsabban fejtse ki a hatását, gyorsabban jöjjenek ki az olajok belőle. Két ugyanolyan bot van nálam, és időnként újra kötöm a zsinort, mert azért ez a 22-es monofil, ugye nincs semmi fárasztó előtétem, ez azért megtekeredik sokadik fárasztás után, pláne ilyen nagy halaknál, úgyhogy egyszerűen elvágom itt a, elharapom forgó fölött, leszedek egy 4-5 métert, és újból kötöm. Amíg a másik bot benn van. Hát nem engedik újra kötni a szereléket. Ismét egy termetesebb pontja kezemben. Viszont a fárasztása az a méretéhez képest nagyon rövid volt. Elhúztam oldalra, és utána csak kijött, meg is tudtam szákolni.
Az etetés központja az itt van, és most nem ide fogok horgászni, hanem körülbelül egy méterrel, illetve két méterrel mellé, azért, mert annyira sok hal állt be, hogy az előbb is jól látható volt, hogy 10 másodpercen belül kivette a kezemből a botot, bedobás után, és ez a sok hal, ez úgy helyezkedik el a víz alatt ilyenkor, hogy a relatív kisebbek az etetés közepén, a nagyobbak pedig körülötte szóródnak szét. A kisebbet azt ugye idézőjelben, mert azok is legalább 5 kg forma halak. Úgyhogy most mindenképp az etetés széleit fogom meghorgászni azért, hogy ebben a maradék hátralevő egy órában, ugye 6-kor zár a bázis horgásztó, és most 5 óra van, egy órában azért tudjak még fogni legalább 1-2 szép halat. Megvan a fotó. Szép, egészséges, tükrös. Ezzel a hibátlan tőpontja a búcsúzom. A mai napból egy fergeteges horgászat kerekedett ki, ahhoz képest, hogy mennyire nyögvenyelősen indult a másik helyen. Megérte változtatni és átköltözni ide, mert itt tényleg kapás-kapást ért. Hát ennyit számít a vízmélység, és hát a tanulság az az, ha valami nem úgy megy, akkor merjünk változtatni. Köszönöm szépen, hogy ma is velem tartottak, a viszontlátásra!